Így jó? Így jó. Nagy sikere volt a fél napon át sütött ökör húsának a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválon. A nem mindennapi finomságot pénteken ismét megkóstolhatják azok, akik ellátogatnak a Völgységi Városba. Augusztus 11-e és 12-e között újra megrendezik a programsorozatot. Összesen élő súlyban közel 4 tonna marha kerül levágásra. Ezek ilyen 500 és 650 kiló körüli jószágok, és ugye kettő, ami majd sütésre kerül, ezek ilyen 350-400 kilósok. Ezeket az állatokat a tagjaink adják össze, 3 vágóhíd vágja le. A 4 tonnányi húsból bőven jut a programsorozat egyik legkedveltebb rendezvényére, a szombat délutáni főzőcskére is. Akkor a helyi művelődési ház mögötti füves területen több százan készítenek majd finomabbnál finomabb ételeket szarvasmarhából. Több mint 700-an fognak részt venni a közös főzésben. Ez azoknak a csapatoknak köszönhető, akik jelentkeztek erre, illetve azoknak a cégeknek, akik már céggel szervezett formában készülnek a Tarka hétvégére és a közös főzésre. A másik, ami nagyon fontos, hogy mindjárt tudjuk, milyen világban élünk, nem egyszerű, nekünk sem volt az összeállítani a költségvetését a fesztiválnak, soha nem látott mértékű matek jött ki a végén, a szabad így fogalmazni, de az a hihetetlen összefogás, ami jellemezte ennek a fesztiválnak a szervezését, az számomra különösen példaértékű. A vendégeket nem csak gasztronómiai programok várják majd, a már hagyományos Tarka Marha fotókiállítás megnyitója is szombat délután lesz, de játszóházzal is készülnek, valamint napközben helyi és környékbeli művészeti csoportok mutatkoznak be a színpadokon. Este pedig mindkét nap sztárfellépők érkeznek Bonyhádra. Sok korosztályt megszólító, rendkívül változatos fellépők színpadi produkciójára lehet számítani. 3 nagy koncert lesz pénteken, a Csík zenekar Karácsony János vendégszereplésével koncertezik a Milfood színpadon a Városközpontban, majd éjjel 10:30-kor a Blaha Louisiana lép föl itt a Kaszinókerti Boci színpadon, másnap pedig Karamell szintén a Szabadság téri Milfood színpadon. A helyi vállalkozók közül sokan egy emberként fogtak össze, hogy támogassák a rendezvényeket. Ennek is köszönhető, hogy a fesztivál programjait idén is teljesen ingyenesen tudják biztosítani a szervezők. A programsorozat fő támogatója idén a Milfood Kft. A cégcsoport tulajdonosa azt mondja, a két helyi telephelyükön összesen több mint 100 család megélhetését biztosítják. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a települést, ahogy tudja, támogassa. Nagyon örülünk annak, hogy Bonyhád legnagyobb közösségi társadalmi eseményének, a 21. Tarka Fesztiválnak lehetünk a gyémántfokozatú támogatói. Nagyon bízom benne, hogy a jó Isten kegyes lesz hozzánk, és megfelelő időjárás lesz, és nagyon sok ember tudja nem csak a szórakoztató programokat élvezni, hanem valóban abban a közösségi létben is megjelenni, amit a közös főzőverseny, vagy egyáltalán a találkozás, a beszélgetés nyújthat kvázi örömet az embereknek. A fesztivál hagyományos kísérő programja is maradnak el, így pénteken délelőtt kerül sor az országos állategészségügyi konferenciára a helyi művelődési házban. Egyrészt felereli azokat a témákat, amit egy állattenyésztő érdekel, tehát állattenyésztés és állategészségügy. Az első előadónk dr. Dálka Ildikó lesz, aki az állat és a területalapú támogatásoknak a megfeleléséről, hogy tudunk minél jobban megfelelni az előírásoknak, hisz számtalan támogatáshoz tud hozzájutni egy állattenyésztő gazda, viszont minél több támogatás, annál több előírás, annál bonyolultabb a megfelelési rendszer, ebben fog segítséget adni nekünk osztályvezető asszony. Az idei Tarka Marha Fesztivált tehát augusztus 11-e és 12-e között rendezik meg Bonyhádon.